Az elszabaduló lakásárak miatt a lakhatási válság ellen tüntettek tegnap délután Budapesten. A lakásmenet nevet viselő demonstrációt minden évben megszervezi a város mindenkié csoport. Idén azonban sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az, hogy a lakhatási szegénység nem csupán a hajléktalanságról szól, már a középosztály tagjait is érinti a probléma. Nagyjából 600 ember indult el a Dunapartról a menettel. A tüntetés végén az Erzsébet téren beszédet mondott Karácsony Gergely, közös ellenzéki főpolgármester jelölt. Tarlós Istvánt is meghívták, hogy beszéljen a fővárosi lakáspolitikáról, de a főpolgármester nem is válaszolt a szervezők megkeresésére. Szabó Tíme, a Párbeszéd társelnöke, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondtam a nézőknek, hogy a lakhatási válsággal szeretnék kezdeni, rengeteg témánk van, próbálok sorban haladni. Hetedszerre jelenik meg a Habitat for Humanity és a Periféria Központ jelentése. Ami most különleges, az az, hogy azon túl, amit minden évben mondanak, hogy a lakhatási válság, lakhatási szegénység mélyül, foglalkoztak külön az önkormányzatok mozgásterével, lehetőségeivel ezen a téren. Ez azért különösen jelentős, mert most a kampány finishben, ezt is említettem az előbb a nézőknek, már egyáltalán nem rejti a kormány véka alá azt, hogy preferálni fogja, illetve tervezi, preferálni tervezi, hogy erre milyen jogi lehetőségei vannak, azt arról is később beszéljünk, azokat az önkormányzatokat, amelyek úgymond az ő szempontjukból nem hibáznak, az ő üzeneteik szerint, és fideszes polgármestereket fognak választani, hogy ezt alátámasszam, a miniszterelnököt szeretném idézni, ha fejleszteni akarunk, beruházni akarunk, munkahelyeket akarunk, akkor nem kéne ellenzékieskedni, próbáljon például Miskolc a nyerő oldalon maradni. Visszatérve az alapkérdésemre, milyen lehetősége van az önkormányzatoknak a lakhatási válságot enyhíteni? Szabó Rebeka, a Zugló polgármestere, alpolgármestere, maga mondta tegnap azt, hogy az önkormányzati hatáskörben jelenleg csak tűzoltás lehetséges. Átadom a szót. Köszönöm. Elsősorban hadd mondjam azt, hogy amit Orbán Viktor mondott, hogy preferálja a városokat, én inkább úgy fogalmaznék, hogy Orbán Viktor megzsarolta azokat a városokat, ahol ellenzéki győzelem várható, ezt pedig kikérjük magunknak. Megtehető ez a pontosan. Pontosan látjuk, hogy ez egy blöff, hiszen az elmúlt 9 évben sem segített a kormány, például a lakhatási szegénységen ezekben a városokban sem, mint tehát ahogy máshol sem. Hogy nem fog azoknak segíteni, akik nem... De másnak sem segít. Másnak tehát, sem hogy ez egy... Akkor úgy mondom, hogy ez egy ordas nagy hazugság, hogy a kormány segíteni fog azokon a városokon, mert eddig sem tette, 9 év alatt lett volna lehetősége akár Budapesten, akár Miskolcon, akár más városokban segíteni a lakhatási szegénységben élőknek. Tudjuk azt például a Habitat jelentéséből is, hogy közel 3 millió magyar ember, tehát minden harmadik magyar ember él lakhatási szegénységben, ami nem azt jelenti, hogy nincsen lakhatása vagy lakása, hanem vagy nem tudja kifizetni az albérletárakat, vagy a rezsit nem tudja kifizetni, vagy olyan körülmények között él, ahol mondjuk penészes a fal, vagy lyukas, vagy nincsen WC, tehát valamilyen módon ő hivatalosan rossz körülmények között él. Az egész Európai Unióban, nálunk csak Romániában rosszabb a helyzet ebből a szempontból. Én erre azért Orbán Viktor helyében nem lennék olyan nagyon büszke. Van az önkormányzatoknak lehetősége. Karácsony Gergely, aki egyébként a Párbeszéd társelnöke is, és meg is valósította a Párbeszéd programját Zuglóban is, pont ezen a lakhatási meneten felsorolta, hogy csak ő Zuglóban milyen intézkedéseket tudott tenni, ami enyhítette ezt a lakhatási válságon. Például azt, hogy ugye a hajléktalanokat érintő kérdésben nem lehet vegzálni Zuglóban a hajléktalanokat. Az majdnem az egyetlen kerület Budapesten, ahol nem üldözik a hajléktalanokat. Nem lehet elhelyezés nélküli kilakoltatást végrehajtani. Ugye tudjuk, hogy ez például a devizahitelesek kérdésében egy nagyon fontos kérdés, hogyha valaki bajba kerül, már pedig itt is milliókról beszélünk, akkor az önkormányzat tud gondoskodni. Egyébként, bocsánat, visszatérve az elsőre, amit mondott, nem lehet vegzálni a hajléktalanokat egy konkrét önkormányzat területén, Zuglóban. Ez azért furcsa, mert ez a rendőrségnek kiadott törvény alapján elvégzendő feladata. Tehát nem, ez például nem önkormányzati hatás. De ez önkormányzati, tehát igen. Az önkormányzat tud abban tenni, hogy ne lehessen az ő, tehát a közterületén ne vegzálják a rendőrök a hajléktalanokat. Van erre külön önkormányzat.
ez a térrendelet segíti a hajléktalanat. Mert ugye nyilván közös cél, hogy ne azok sem legyenek. Igen. Hát azt látjuk, hogy Orbán Viktornak és az ő helytartójának, Tarlós Istvánnak is az egyetlen elképzelése például a hajléktalansággal kapcsolatban is a büntetés, az üldözés, a fenyegetés, ahelyett, hogy segíteni az embereknek, ez az egész politikájukra jellemző. De Karácsony Gergely volt az, aki megmutatta, hogy lehet közvetlenül uniós forrás is szerezni a lakhatásra. Több milliárd forint értékben építettek ők szociális bérlakást Zuglóban. Na most ezt ígérte meg Gergő, és ezt is fogja megcsinálni Budapesten is, hogy megmutassuk, hogy igenis lehet akár ellenzékből is egy fővárosban olyan intézkedéseket hozni, amik enyhítik ezt a válságot, akár közvetlen uniós forrással, ugye többek között mondjuk egy fővárosi lakástársaságot ígért ő meg, amelyik épít szociális bérlakásokat, lakásügyi ombudsmant fog bevezetni, vagy annak az intézményét fogja bevezetni. Nem adja el az önkormányzat tovább a bérlakásait, felújítja a bérlakásait, átnézi azt, hogy ezek milyen állapotban vannak, és tényleg megpróbálja azoknak adni, akik rászorulnak. A számítások szerint körülbelül 3000 üresen álló bérlakás van Budapesten, és körülbelül 6700, ha jól, de majdnem 7000 jelentkezés volt a tavalyi évben ilyen szociális igényű bérlakása. Tehát látjuk, hogy az igény a duplája. Azt is megígérte, tehát nagyon-nagyon alacsony európai viszonylatban a bérlakások, szociális bérlakások száma Budapesten és egész Magyarországon 4,6%. Ezt Karácsony Gergely fel fogja vinni 10%-ra. De például mondok egy példát, hogy Hollandiában egy ilyen lakástársaság, egy ilyen szociális lakástársaság az egész lakásállomány 30%-át menedzseli. Hát nálunk 4,6%-át, szóval van hova fejlődni. Magyarul igenis van lehetősége az önkormányzatnak. Mi ezt például Budapesten Karácsony Gergely vezetésével be is fogjuk tudni bizonyítani, hogy az emberekért dolgozunk, nem kiárusítjuk a várost, nem dőlünk be a zsarolásnak, a fenyegetésnek, nem térkövezni fogjuk a várost a fák kivágásával, nem ellopjuk a pénzt, hanem az emberekre fordítjuk. Kampánnyal kapcsolatban egyetlen kérdése maradt csak időm. Glázer Tíme, az ellenzék győri polgármester jelöltje, akivel kapcsolatban sokan úgy fogalmaztak, úgymond, hogy meglepően engedékeny nyilatkozatot tett Borkai Zsolt fideszes polgármester ügyében. Ő azt is mondta ugyanakkor, hogy találtak megoldást a helyzetre, amelyet a tegnap Győrben az ellenzéki összefogásból kiugrott négy jobbikos teremtett. Ő még nem mondta el, hogy mi ez, milyen megoldást tudnak erre az új helyzetre javasolni. Én nem vagyok teljesen képben az, hogy milyen megoldást fognak javasolni, remélem, hogy nem sokára előáll ezzel a megoldási javaslattal. Annyit hadd áruljak el, hogy én nem értek egyet ezzel kapcsolatban vele, illetve Borkai Zsolttal kapcsolatban vele. Én azt gondolom, hogy amit ő az úgynevezett keresztény kormányzás és demokrácia címszó alatt művelt, az olyan szinten vérlázító, hogy arra nincsenek szavak. Egy politikus, igenis, szerintem egy politikus mutasson példát Magyarországon, azért utálják a politikusokat, mert ilyenek, mint Borkai Zsolt. Mert prostituáltakkal megy el, miközben arról papolnak, hogy a család szentsége, és hogy hány gyereket kell szülni. Ez egy családapa, ez az, aki példát mutat. Nekünk igenis kutya kötelességünk politikusként azt mutatni, hogy egy normális országban élünk, és így kell élni akár egy családanyának, akár egy családapának. Nem azért, mert érdekel, hogy ő mit csinál, csak utána még ne legyen arra büszke, és ne mondja azt, hogy már pedig ő nem fog visszalépni. Egy normális országban egy ilyen ember már rég visszalépett volna. És akkor még a korrupciós száról nem beszélünk, mert igazából az a bűncselekmény, ahogy őt. Pont ezt akartam mondani, hogy az, amit mondott, az csak a jéghegy csúcsa, hiszen a hűtlen kezelés és a korrupciós szálak potenciális elképesztő puzzle darabkákat összeállító mozaiképe az óriási jelentősége, szerencsére az újságírás lángját őrző kiváló oknyomozó kollégák dolgoznak. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm.